Önök az Aradi Vargasót látják, mi meg látunk egy kedves nézőt, aki ugyan minket is követ, de közben kapcsolgat azzal a rohadt távirányítóval, de csak azért, mert a mi kedves színművész kolléganőnk, az ország rendőrnője, most már minden csatornán ott van, következik Steinkohl Erika. És van nekünk egy tévénézőnk, aki kapcsolgat, kapcsolgat, kapcsolat, és jönnek azok a rohadt csatornák? Na, ezek már reggel itt ez a hú, anyám, hát te olyan ronda vagy, hogy még a vonat is kikerül, jajok meg ma. De mondottam, mindjárt odaírom neki a Facebookra, hogy milyen ronda, jó. Mire dumálnak ezek itt ebbe a reggeli magazinból, jaj. Vendégünk itt a reggeli magazinban, Hirtmanné Vészvári Mónika Otto. Akivel arról fogunk beszélgetni, hogy mennyire fontos egy csecsemő életében, hogy idő előtt megismerkedjen a venezuelai frizura trendekkel. Szia, Móni! Sziasztok! Sziasztok! Látom, elhoztad magaddal a te babádat is. Igen, Barnabás 8 hónapos, és nagyon büszke vagyok rá, mert igen, nyugodt, baba! Igen, lehet látni. Vagy a Barnabás, most anya beszél, jó? Nagyon nyugodt, baba, csak valamiért rá van kattanva a dekoltázsodra. Hát, igen, mélyebbet akartam, de hát ugye ez mégiscsak egy reggeli műsor. Igen, egy centivel mélyebb lenne, akkor az már harisnya, igen. De hát beszéljünk arról, hogy igazából miért jöttél. Igen, hát... Barnabás, ha nem hagyod abba, anya megint rá fog ülni a szájadra. Ne haragudj! Hogy fogja már meg a cicidet, mert akkor lenyugszik talán. Na gyere ide szépen, a műsorvezető néni megengedi, hogy megfogd, csak várjál előbb, visszatettem. Jaj, hát nagyon édes, igen. Hát miért pont barna lett a neve? Ha majd az öletbe veszed, megtudod a szagról. Na jó, van, ezek is elviszik a lóvét, mint az a Orbán meg a Gyurcsán. Na itt meg mi van? Discovery, persze, jó. A szétoszlói állatkertben él Blacky, az albínó jegesmedve. A lila bocsot szülei nem gondozzák, sőt, maguk is elhidegültek egymástól. Jó van, én meg élek havi 80 ezerből. Jé, vetélkedőm, hogy Istenem, mondja, hogy küldjem el, hogy kiírta a tódit. Beküldöm, hogy Petőfi, azt akkor SMS-be kaszálnak rendesen. Jaj, de nagy hohenzollerek ezek, Isten. Na, nyomja te, banya szomorító, te, na, nyom. Ez itt a 600.080 milliárd tízezres játék, ahol a főnyeremény 2 billió trillió millió 1000 100 3 milliárd trillió billió forint. És akkor köszöntsük első játékosunkat. Szia, Péter, hogy hívnak? Péter. Helyes a válasz! Ej, már is tiéd a 900 trillió billió 100 trillió millió 1000 forint. Rögtön egy nagyon nehéz kérdéssel kezdünk. Millió trillió 200 billió 1000 forintért. Mennyi az idő? Fél hat. Biztos vagy benne? Nem lehet, hogy most tegnap 19 óra van? Hát most elbizonytalanodtam. Ne feledd, van még 9268 millió segítség. Inkább kockáztatok játék. Legyen fél hat. Na nézzük a helyes megfejtést. Mindjárt kiderül, mennyi lehet a pontos idő. Vajon Péter jól olvasta le az órájáról? Vagy kénytelen lesz csak 1500 trillió, millió, billió, 3000 forinttal hazamenni? A pontos idő tehát kiderül egy nagyon rövid reklám után. Reklám! Lakást vagy autót vásárolna, de nincsen pénze? Személyi kölcsönre van szüksége? Hívjon bátran! Én kölcsön adom a személyimet! És
És újra itt vagyunk Péterrel, és hamarosan kiderül, hogy vajon jól tippelte, vajon tényleg 50:30? Bocsa, már 10 perce lemond, már olyan lassan beszélsz. Ajjajjajjaj, Péter, most mondtad jól a helyes megfejtést. Ajjajjaj, miért nem előbb mondtad? Hát így már sajnos nem tudjuk elfogadni. Anyukádnak azt a sajnos el élet... kell búcsúznunk Pétertől, de holnap újra jelentkezünk. Na hát, ezek is itten, itt meg mi van? Jó, meccs van. Jaj, de béna ez, mint hát én simán rálőttem volna. Neymar átteszi Messinek, Messi egy csel, még egy csel, sarokkal Ramosnak, Mbappé, Messi, Di Maria, Neymar, Messi, Mbappé, Ramos, Icardi, Messi, hol a labda, Messi, Neymar, egy csel, két csel, hat csel, nem kapok levegőt, ők igen, Messi rálövi, kipattam, Messi rálövi, gól! Nem volt levegőm, de gól! Hát ezek nem normálisak, ki tudja ezt követni, inkább elkapcsolok egy magyar meccsre. Szalai. Varga. Szalai. Varga. Jó iramú meccs. Szalai. Varga. Szalai. Rálövi. Varga. Ó, de bénák ezek is. Hát ezek meg ki? Hú, ez valami zenei állomás, valami zenés izé. Na. Sziasztok! Ez itt a MTV Techno Trance műsora. A vendégünk Ildike Blue és Szacsros Karcsi, akik nemrég egy fantasztikus duettel örvendeztették meg a trash metal kedvelőit. Itt tartom a kezemben a legújabb lemezeteket, ami kifejezetten tetszett, hiszen az Abba együttes énekel rajta. Akkor előadnál valamit, Karcsi? Persze. Én árulok valamit neked, mint egy ős krokodil, olyan a fejed. Te én szeretlek, én gyere vissza hozzám. Ne legyél te is már nem légfoszlány. Az legalább jó zene volt nekem való. Hó. Na itt meg föl, ja itt a Gordon Ramses főz már megint. Ja. Két farmeringnek csődbe ment a vendéglője, mert hamburger helyett ételt kínált a vevőknek. Mi most fellendítjük két bizniszét, utasellátó szendvicset készítünk. Biztos vagy abban, hogy ezt megeszik? Persze, csak a megfelelő alapanyagokat kell megvennünk, és már itt is vagyunk a várostól 67 kilométerre levő közértben egy perc alatt. Na nézzük, akciós iskolafüzet nem kell, viszont a leértékelt eperizi mosogatószer biztos választás. Az is kell a szendvicsbe? Nyugodj meg, a sok emulgeálószer mellett észre sem veszed majd. Ott a zsömle? Igen, ugyanezzel a zsömlével még tavaly ilyenkor ismerkedtem meg. Most megvesszük, és a többi huszat is. Sajtot is teszünk bele? Na-na, íme a lepke-lapka sajt. Ott egy egér? Igen, biztos jó a sajt, az egerek nem tévednek. Hát így én is tudok főzni, megveszem hozzá az alapanyagot, hogy bárki tud főzni. Hülyeség, nagy kunst. Jó van. Jaj, már este van, megy a jó baroszba, vagy mi az? Szia, Kriszta, mi újság? Elég nagy a gond, felhívott Edit. Állítólag Alex azt mondta neki, hogy Tibor többé nem akar találkozni vele Zsolt miatt. Erre Zoltán kiakadt, hogy Ritának miért járt el a szája Renátával kapcsolatban. Persze Ottónak sem kellett több, azonnal beleszállt Gézába, amiért Réka és Zsanett nem hívta fel. Így lemaradt Kornél és Marjan az esküvőjéről. Miért nem szóltál Mónikának, hogy hívja fel Editet? Nem lehet. Istvánra és Nikolettre bízta a gyerekeket, mert este színházba megy. Színházba egyedül? Legalább elkíséri valaki? Persze. Csongor és Tünde. Bocs, de most mennem kell Szilvihez. Szia, Zsombor. Péter vagyok. Jaj, bocsi, Dani. Na, indulok. Majd elfelejtettem, megmondanál nekem valamit. Ha szépen megkérlek. Persze. Engem hogy hívnak?
Neymar átteszi Messinek, Messi, Di Maria, Mbappé, Messi átteszi, Neymar, Messi, Neymar. Eli! Mi a? Már megint ráfeküdtél a távirányítóra. Hát, inkább arra, mint rád.